Szentmisét mondott Spányi Antal püspök a karácsonyi egyében, a székesfehérvári büntetés végrehajtási intézetben Kurusa János alezredes parancsnok helyettes és Tolnyai Gábor börtönlelkész meghívására. A liturgián részt vett a fegyház vezetősége és 28 fogvatartott. Amikor az egyház fölkeresi a fogvatartottakat ünnepek alkalmával, és természetesen rendszeresen hétköznapokban is az egyház év különböző időszakaiban, akkor ezt azért teszi, hogy ő nekik elhozzák azt a szeretetet, amit Krisztus hozott el az embereknek karácsonykor, hiszen ő azért jött, hogy bennünket megváltson, hogy elvegye a mi megsebzettségünket, hogy a mi sebeinket ő hordozza, hogy megadja nekünk nem csak a bűnbocsánatot, hanem a bűnös léleknek a gyógyulást, a sebeinknek a gyógyulását. És azt gondolom, hogy egy ilyen karácsonyi alkalom arra is, hogy ezek az emberek, akik valószínűleg nem mind járnak szabadon, sem minden nap, és nem minden vasárnap vesznek részt szentmiséken, talán tudnak találkozni Istennel, és Isten kegyelme tud bennük csodát művelni, meg tudja érinteni az ő lelküket, tudja az ő életüket teljesebbé tenni. A főpásztor az ember teremtése és a bűnbeesés bibliai történetén keresztül mutatta be, hogy a bűn okozta sebek mennyi fájdalmat és megpróbáltatást hoznak az életünkbe. Amikor az ember kilépett az Isten paradicsomkertjének kapuján, azonban elhangzott az ígéret, eljön a szabadító. A Büntetés Végrehajtási Intézet minden évben kinyitja a kapuit a felekezetek és az egyházak képviselői előtt, és támogatják a hitéleti események, az ünnepek vallásos megülését. Itt lelkészekkel, lelkésszel találkoznak, a hitüket tudják élni. Ez az egyik oldal, ami lehetőség számukra, akár szentmisében, istentiszteleti alkalmakban, akár a személyes találkozásokban is. És a másik, ami számomra így a szolgálatban megjelenik, az az, hogy egyfajta csatorna is vagyunk, nem csak a hit megérésében, hanem a belső nehézségek, feszültségeknek a kiadásában. És sokszor, amikor itt a benti szolgálatomat élem meg, akkor ebben a szerepemben élem meg a szolgálatomat, talán nem is annyira papként, hanem segítőként jelenléve számukra, úgy, hogy közben azért mégiscsak tudják rólam, hogy pap vagyok, és hogy az Istenben bízva, kapaszkodva keresnek meg engem. A szentmise végén Spányi Antal püspök és Tolnyai Gábor börtönlelkész kezet fogtak minden résztvevővel, és személyes ajándékul egy fatimai szentképet és egy karácsonyi jó kívánságkártyát adtak át a fogvatartottaknak. Áldott ünnepet kívánok! Áldott ünnepet kívánok!